Sok szeretettel köszöntöm a Répce TV nézőit és követőit, önök hírperceinket látják. Tartsanak velünk ma is! Nagyon hasznos tudással gazdagodhatott a kimúlt szerdán ellátogatott a művelődési házba Vince Géza okleveles energiagazdálkodási szakmérnök előadására. Napjaink egyik sláger témája a megújuló energia hasznosítása, a klíma tudatosság és az energia takarékos életforma. Ebben nyújthat segítséget az itt megszerzett információ halmaz. A szakember előadását a jelenlegi energia és anyagkészletek bemutatásával kezdte, és rámutatott a zöld átállásra és fenntartható fejlődésre szükséges időszükösségére. A publikum megismerhette hazai és nemzetközi épület energetikai egyezményeket és szabályokat. Tájékoztatást kapott a korszerű lakóház épület energetikai követelményeiről, és tippeket épület szerkezeti és épület technikai megtakarítási lehetőségekről. Szó esett természetesen a megújuló energiaforrásokról és az energiatudatos életmódról is gyakorlati tapasztalatok és egyéb hasznos információk mellett. A Vas vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság múlt csütörtökre egy a Magyar Sajtónapja alkalmából rendezett ünnepségre hívta szerkesztőségünket. A Magyar Sajtónapja minden év március 15-én megtartott ünnepnap annak emlékére, hogy 1848-ban ezen a napon nyomtatták ki a magyar sajtó első szabad termékeit, a 12 pontot és a nemzeti dalt, és ekkor hirdették ki a sajtószabadságot, szóval mi ezt mindig nagyon komolyan vesszük, így a megyeszékhelyen lévő igazgatóságra utaztunk. Az ünnepség aztán váratlan, személyes fordulatot vett, hiszen a meghívás célja az volt, hogy átadják nekem az igazgatóság sajtónívó díját. Tábornok úr, kérek engedélyt! A Vas vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója nemzeti ünnepünk március 15-e alkalmából a katasztrófavédelem munkájáról a közvélemény folyamatos, pontos és hiteles tájékoztatásáért március 15-e alkalmából sajtó névódíjat adományoz Winkler Krisztina úrhölgynek, a Répce TV Nonprofit Kft. Ügyvezető főszerkesztőjének. Winkler Krisztina a Répce TV indulása óta televízió munkatársa, 2020-tól az adót üzemeltető társaság ügyvezetője. Hosszú évek óta magas színvonalon és hitelesen tájékoztatja az állampolgárokat, a térségben élőket a katasztrófavédelem mindennapi munkájáról, elért eredményeiről, hírenyagai által folyamatosan nyomon követhető és megismerhető a tűzoltók munkája. Gratulálok! Köszönöm szépen a munkátokat! Nagyon szívesen, ez a feladatunk. Meglettetek és meghatottatok. Azt gondoltam, hogy a tévé, így ampló. Nem gondoltam, hogy még nem. És már modern eszközökkel dolgozunk, de azért a klasszikus penna egy kis népre szóval forogjon úgy, hogy továbbá is gyors, hiteles tájékoztatást kapjanak a munkát. Ezzel leszünk továbbá is. Köszönöm szépen. És akkor köszönöm szépen. Nagyon köszönöm mindannyiunknak. Az elismerést dr. Bognár Balázs tűzoltó dandár tábornoktól a Vas vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatójától vehettem át. Meghatottan köszönöm ezt a gyönyörű díjat. A díjátadót követő szakmai megbeszélés során szó esett az együttműködés további részleteiről, valamint azokról a jövőbeli rendezvényekről, eseményekről és gyakorlatokról, melyek kapcsán a televízió a lakosság tájékoztatásában tölthet be további szerepet. A Vas vármegyei közgyűlés által alapított díjakat hagyományosan a megyei március 15-i ünnep alkalmával adják át. Ám ennek előkészületei már sokkal korábban megkezdődnek. Hát minden év olyan január közepén végén kapunk egy levelet a megyei önkormányzattól, amiben arra kérnek bennünket, hogy javasoljunk megyei kitüntetésre embereket. Vannak különböző tagozatok, kulturális, egészségügyi, oktatási, közigazgatási tagozat, és akkor ezt a
képviselőtársaimmal megbeszéljük, és különböző javaslatok hangzanak el, és akkor a bizottság, a humán bizottság megtárgyalja ezt, tesz javaslatot, és akkor az önkormányzati ülésen pedig zárt ülésen döntünk arról, hogy abban az évben van-e javaslatunk, ha van, akkor kiterjesztünk fel. A felterjesztett javaslatot a vármegyei közgyűlés is megtárgyalja, majd értesíti a települési polgármestereket arról, hogy jelöltjüket elfogadta-e a megyei grémium. Ezután a polgármester dolga közölni a hírt a díjazottal. Egy telefonhívást kaptam a polgármester úrtól, amelyben előzetesen tájékoztatott erről, és akkor azt hiszem, hogy nagyon sokáig nem válaszoltam neki, mert annyira meglepett, kellemesen meglepett. A rendezvény házigazdája ebben az évben Vasegerszeg volt. A meghívottakat köszöntötte Német József helyi polgármester, majd ünnepi beszédet tartott Majtényi László, a vármegyei közgyűlés elnöke. Ezt követően került sor az elismerések átadására. Dr. Gombai Csongor mellett, aki a plakett egészségügyi tagozatát vehette át, voltak még ismerősök a díjazottak között, Varga Árpádné, a Ripcél, aki százszor szép óvoda nyugalmazott óvodapedagógusa, Vasegerszeg alpolgármestere, az elismerés közigazgatási tagozatában részesült. Vasvár megye turizmusáért díjat kapott Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetségének ügyvezető elnöke, aki gyakori vendége városunk horgász rendezvényeinek, valamint Vasvár megye közgyűlés elnökének emlékérme elismerést vehetett át Tömböl Dénes, Csánik község volt polgármestere. Gratulálunk minden díjazottnak az elismeréshez, külön tisztelettel Gombai főorvosnak, aki korábban a Répce TV társadalmi elnöki tisztségét is betöltötte. Répce lakona március 15-i megemlékezés mindig a temetőben kezdődik, Bartoldeszky István 48-as honvédhadnagy sírjának megkoszorúzásával. Ebben az évben gyönyörű tavaszies időben gyülekeztek az emlékezők, hogy aztán sorjában a város, a civil szervezetek, egyesületek, egyházak és pártok képviselői elhelyezzék a tiszteletadás babérfonalát és fejet hajtsanak a hősök előtt. Ezután a Kultúrotthon nagy termében folytatódott az ünnepség. A himnusz közös eléneklését követően az általános iskola 6. évfolyamának műsora nyitotta meg a rendezvényt. Felemelő élmény volt. Nem csak azért, mert a gyerekek átszelmült arca, előadói beleélése egészen megható volt, hanem mert ez az élmény évekig nem adatott meg nekünk. Először a vírushelyzet, aztán az energiaválság miatt nem volt iskolai produkció a nemzeti ünnepen. Aki ott volt, annak nem lehet kétsége afelől, hogy szükség van rá. A gyerekeknek szüksége van a közös próbák és a produkciók adta sikerre, és arra is, hogy a tananyag kereteiből kilépve egy órára hőssé válhassanak, és tiszta szívből skandálhassák a szívükre tett kézzel. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Az ünneplőknek pedig szüksége van arra, hogy lássák ezt. Ezer köszönet Molnár Melinda és Szabó Róbert tanároknak, akik színpadra állították ezt a csodás előadást. Ezután Szoporiné Szabó Piroska köszöntője következett. Nem elég emlékezni, nem elég szavakban, képekben, dalokban felidézni a történéseket, a dicső napokat, nem elég fejet hajtani, hanem tetteinkben is méltónak kell maradni. E dátumhoz való viszonyulásunk, hazaszeretetünk fokmérője. Itt az idő, írta Petőfi Sándor a Nemzeti Dalban. Minden órában, minden napon. Minden évben itt az idő az újabb jó cselekedetre, a szabadság védelmére, a szenvedők megsegítésére, a bántalmazás megelőzésére, az igazságosságra, az emberek közötti egyenlőtlenség felszámolására. 1848. március 15-e nem a valamikor megírt történelem dolgozatunk egyik kérdése. Nem csak történelem lecke egykori és mai diákoknak, hanem történelmi lecke minden magyar embernek
és a szabadságukért küzdő népeknek. Az igazi szabadság tiszteli a testvériséget, és természetesen érvényre jut benne az egyenlőség. Az egyenlő elbírálás, a törvény előtti egyenlőség, az erkölcsi normák maradéktalan betartása, az egyenlő esély az embert megillető biztonságos élethez, az emberi méltóság sérthetetlensége, az embertársak iránti bizalom és tisztelet. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk, visszhangozta a tömeg a nemzeti dalsorait. A harmadik évezredben mégis sokan rabszolgaként élnek. Vannak, akik a virtuális világ rabjai, vannak, akiket rabul ejtett a harácsolás öröme, a hatalom egyes emberei, a pénzmosás, a korrupció, a számlagyártás fogjai lettek. Elszomorítóan magas a lelki rabságban élők, a munkahelyeken megalázottak, az erőszakos cselekmények áldozataivá vált gyerekek és felnőttek száma. Nincs szabadság, egyenlőség, testvériség, sok esetben kisebb csoportokban sem, országokban sem, népek között sem. Az ma még csak álom, hogy hazánk minden településén együtt ünnepel ezen a napon a lakosság. Örülök, hogy Répcelakon példát mutatunk ebben. A Nyugdíjas Klub énekkarának fellépését követően kezdetét vette az ünnephez kapcsolódó elismerések átadása. Előzetesen Szabó József polgármester köszöntötte azokat, akik az ünnepek kapcsán más szervezet által adományozott kitüntetésben részesültek. Garas Kálmánt, aki Magyar Arany Érdemkereszt polgári kitüntetésben részesült előző napon a Pesti Vigadóban tartott állami ünnepségen. Dr. Gombai Csongort, aki a Vasvár megye szolgálatáért egészségügyi tagozat kitüntetést vette át az előző napi Vasegerszegen megtartott megyei ünnepségen. És Winkler Krisztinát, aki sajtó nívódíjat kapott a Vas megyei katasztrófavédelmi igazgatóságtól a Magyar Sajtó napja alkalmából Szombathelyen. Idén először adták át az év Répcelaki sportembere elismerést a nemzeti ünnep alkalmából Répcelakon. Eddig a sportbálon került a díjazotthoz. A városvezetés ezzel Répcelak legmagasabb sportért adható elismerésének rangját szeretné emelni. Az idei díjazott Móricz Zoltán, a Répcelaki Sportegyesület szuperligás teke csapatának kapitánya, többszörös érmes világbajnoki játékos, a magyar válogatott tagja, 2023-ban Magyarország legjobb tekézője és az év vasi sportolója. Nála méltóbban nem is kezdődhetne a nemzeti ünnepen kitüntetett sportolók sora. Ebben az évben három Répcelak városért díszoklevelet adott ki a képviselőtestület. Winkler Krisztina, a Város Televízió ügyvezető főszerkesztője, Dr. Németh István, a Répcelak és Vidékek Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Igazgatóságának elnöke, valamint a Répcelaki Sajtmesterek csapata, Dömötör Sándor, Bokányi Kálmán és Horváth Lajos részesült az elismerésben. A díjazottakat a városvezetésen kívül köszöntötték a hozzájuk kapcsolódó civil szervezetek, egyesületek képviselői. A hivatalos ünnepség végeztével állófogadáson kocintottak az ünnepeltek tiszteletére. Szerdán a Répcelaki Szabad Egyetem keretében dr. Lanzendorfer Zsuzsanna néprajzkutató, egyetemi docens, Magyarország az én hazám, a magyarság jelképei és szimbólumai című előadására invitálta az érdeklődőket a Nyitott Tér Kulturális Egyesület a Répcelaki Művelődési Házba. A téma szép számú érdeklődőt vonzott. Idén 8. éve annak, hogy március 20-án a halak napját, és 3. éve, hogy a halőrök napját ünnepli a horgásztársadalom. Az ünnep dátumának szakmai alapját azt teremtette meg, hogy ez a nap a csillagászati tél utolsó napja, és a legfontosabb halfajok ilyenkor készülnek az ívásra, az új generáció útjára bocsájtására. A Nicki Műgátnál pedig második alkalommal szervezett a Sporthorgász Egyesületek Vas és Győr-Moson Sopron vármegyei szövetségek közös látványtelepítést a Répcelaki iskola horgásszakkörös diákjainak bevonásával. A gyerekeket, kíséröiket és a látványosság hírére összegyűlt érdeklődőket Iván Csoné dr. Horváth Zsuzsanna a Győr megyei
és Puskás Norbert, a Vasi Szövetség elnöke köszöntötte. Sok szeretettel köszöntünk benneteket a Halak napja alkalmából rendezett látványtelepítésen itt Nic településen. Tavaly volt az első ilyenünk, Győrmoson Sopron megyei Horgász Szövetséggel közösen, és köszöntöm körünkben újra Ivancsoné dr. Horváth Zsuzsanát, a Szomszéd Szövetség ügyvezető elnökét, akinek köszönhetően megvalósulhat az a történet, hogy itt lenni és fönn is tudunk egyszerre halat telepíteni a halak napján. Ez egy kellemes pillanat. Ti még nagyon fiatalok vagytok, de itt évtizedeket kellett arra várni, hogy fönt és lent is együtt horgászhasson vasi vagy győri horgász ugyanazzal az engedéllyel. És úgy gondoljuk, hogy a folyó egy olyan szakaszán vagyunk, ahol mind a két fele megérdemli a törődést és a halak napján a figyelmet. A program a gát alatti, vagyis a győri szakaszon kezdődött. Ide 3000 darab 10-13 centis márnát engedtek bele a gyerekek. Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsanna elmondta, a márna egy kifejezetten folyóvízi hal, nem is szereti a tavi környezetet. Lassan nő, méretes nagysága 40 cm-nél kezdődik. Ez utóbbi információt már Kádi Attila horgásszakkörös gyerekei válaszolták tökéletesen a szakember kérdésére. Ki a legbátrabb? Ki tudja megmutatni a márnát? Na, akkor a kék kulcs is fiatal úr. De jelentkeztetek ketten még. Ki az, aki a márnáról tud valami fontos dolgot mondani? Dávid. Ki tudunk róla? Na, valaki ott, hallottam egy jót. Zsuzsanéni, készültem ajándékokkal, meg mi is majd mindjárt meglepünk, de visszaadjuk Zsuzsanéninek a szót. Tehát ő a márna, majd ilyen halacskákat keres. Tipikusan olyan halacskát hoztunk, ami folyóvízi hal, a márna az folyóvízi hal, nem szereti a tavi környezetet. Úgyhogy ezért ez egy nagyon alkalmas hely, jó a vízet, nagyon szeretni fogja, reméljük. És ezek a méretek, amiket hoztunk, ez a 10-12-3 centis méret, ez már nagy százalékban meg is marad. Nagyon lassan fog megnőni, úgyhogy ha megfogjátok véletlenül, akkor vigyázzatok rá, és addig, amíg nem méretes. Mennyi a mérete, valaki tudja? 40. Nagyon jó, hát itt nagyon-nagyon fokos szakasz. Hát a vasi horgászok ilyenek. A vasi szakaszon egy őshonos halfajtát, kecsegét engedtek a vízbe. Ez a ritka, különleges hal nem védett, ugyan de nem is fogható. Ha valakinek a horgára akad, méretétől függetlenül vissza kell engedni. Ritkán látni ilyen halat, hiszen testét vértek borítják, ezért tapintása nagyon érdekes, eltér a többi halétól. Megritkult állománya miatt a MOHOSZ elindított egy nagyszabású kecsege programot, mellyel azt szeretnék elérni, hogy pár éven belül fogható státuszba kerüljön. Ennek a programnak a keretében érkeztek ezek a halak is, melyeket szintén a Répcelaki gyerekek engedtek a rábába. Csóka Győző egy szerethető ember volt. Személyisége derűs, nyugalmat árasztó. Sok barátságot kötött, melyek szorosak és meghatározók voltak számára. És azok számára is, akiket a szívébe zárt, hiszen amikor 6 évvel ezelőtt elment közülünk, barátai körében szinte rögtön felmerült egy emléktorna megszervezésének igénye. Családját az azóta már szintén eltávozott Csete József kereste meg az ötlettel. Józsi megkeresett minket, hogy mit szólnánk ahhoz, hogyha csinálnának egy ilyen emléktornát apunak. Uh-huh. Hát minket először ugye nyilván az tök örül az ember ennek, uh-huh. hogy egy ilyen kezdeményezés alakul ki valakinek a számára. És hát akkor nyilván egyébként beleegyezésünket adtuk ehhez, és minden támogatásunkat nyilván, hogy a csapat ezt létrehozhassa. Márk hozzátette, a Totó csapat, ahogy magukat definiálják, nem csak ilyenkor ápolja édesapja emlékét. Mindig jelen van apu is velük, amikor csinálnak valamit. Szerintem apunak az a közvetlensége volt az, ami ezt létrehozhatta. Hogy nagyon közvetlen volt mindenkivel, rengeteg barátot szerzett, sportolói múlt is azért tényleg, foci, teke. El lehet azt mondani, hogy így azért elég nagy baráti és haveri társaság kialakult, és tényleg, hogy mindenkihez közvetlen volt. Örök igazság, ha azt akarod, hogy valakit ne felejtsenek el, akkor nevezzel róla valamit. Épületet, termet, padot, fát, rendezvényt, mindegy. Így a neve akkor is fennmarad, ha telnek az évek, s kopik az emberi emlékezet.
A csókagyőző emléktorna napján minden győzőről szól. Szófordulatait emlegetik, kedvenc italát isszák és szokásai szerint cselekszenek. Egész nap velük van. A fotója előtt koszorúk rajta a lehetőséggel, hogy minden ott megforduló üzenjen neki rajta. Természetesen jelen volt a család, Andi és Márk, akik nagyra értékelik és támogatják a barátok gesztusait. Márk azt mondja, reméli, hogy sokáig lesz ez így. A kaposvári tekéseknek mind az ifjúsági, mind a felnőtt csapata Répcelakon vesztette el szezonbeli veretlenségét a hétvégén. Ifistáink a szezonnyitó mérkőzésük után nem tudtak sajnos nyerni, ám szombaton remekül játszottak. Hát a mai mérkőzésen az ifi csapatunk elvette a Kaposvár veretlenségét, úgyhogy azt gondolom, hogy mai napon a Bencének egy kicsit gyengébben ment, a Szabolcsnak viszont jobban ment, de az kellett hozzá, hogy a végén az ő 60-a is föl tudjon támadni, mert az első szett azok nem jól sikerültek, de én azt gondolom, hogy megérdemelten győzött az ifi csapatunk, és nekünk is nagyon nagy szükség volt arra, hogy a középmezőny valamelyik részében tudjanak elhelyezkedni. Én azt gondolom, hogy egy nagy kap volt az, hogy ugye a váratlan Kaposvárt meg tudták verni, én gratulálok az ifi csapatunknak. Azt, hogy a felnőtt gárda meccse ennyire sima lesz, igazán senki sem gondolta volna. Az ellenfél remek ütemben tolta az eddigi meccseit, nyerni tudtak Szegeden és Zalaegerszegen is. Kis Zsolt edző azt mondta, nyugodtan fogtak neki a küzdelemnek, hiszen amit kitűztek előzetesen, azt már elérték. A mai mérkőzésre úgy készültünk, hogy nekünk már összességében az, amit szerettünk volna, mindenféleképpen megvan. Játszunk nyugodtan, tudjuk kihozni azt, amik bennünk van. Talán ez a nyugalom eredményezte, hogy remek eredmények születtek. Már az első sorban vezetést szereztek Danóczi Rihárd és Tóth Áron révén. A középső sorban Molnár Pál és Bíró Patrik, aki a nap legjobb eredményét gurította, összesen fél szettet veszítve szintén hozták a pontjaikat, ekkor már 4-0 volt a Répcelaki csapatnak. Az utolsó sorban Móricz Zoltán 636 fával nyert, Somodi Károly ugyan fában kikapott, de a szettekkel 3-1-re abszolválta a csapatpontot, kialakítva ezzel a 8-0-ás végeredményt. Ezzel a győzelemmel csapatunk bebiztosította dobogós helyezését. Kérdés lehet még, hogy annak hányadik fokára sikerül felállniuk idén. Kis Zsolt úgy fogalmazott, nekik az a feladatuk, hogy az utolsó két meccset a hétvégi idegenbeli Bábolnán és az utolsót hazai pályán a Szentgotthárd ellen is megnyerjék, a többi már nem rajtuk múlik. Egy biztos, április 6-án Répcelakon éremátadó lesz a meccs végén. A dobogóra aspiráló Lukácsháza volt ifjúsági labdarúgó csapatunk ellenfele a hétvégén. A találkozó jól indult, tisztán látszott a hazaiak fejlődési íve az őszi szezonhoz képest. Az őszi mérkőzésen mondhatom, hogy vért izzadtunk, hogy legalább egy számjegyű vereséget érjünk el. Ahhoz képest látszik, hogy nálunk azért ehhez képest van előrelépés. Az első félidőben kiegyenlített játék folyt. A 18. percben kapott gólra, a 30. a kapuváról érkezett Károlyi Bálint révén válaszolt csapatunk, és ez volt az első félidő eredménye is. A második játékrészben zuhogó eső nehezítette a csapatok dolgát, ennek ellenére jó iramú játékot láthattunk, melynek során mindkét oldalon alakultak ki lehetőségek. Sajnos míg a répcelaki sanszok kimaradtak, a Lukácsháza kettőt is érvényesíteni tudott. Tóth Zsolt edző elégedett a srácok hozzáállásával és teljesítményével, hiszen a fő cél az építkezés és a fejlődés mindenki számára jól látható, érzékelhető. Mindent megpróbáltunk, voltak lehetőségeink azért a kontratámadásokra, de jobb volt az ellenfél és megérdemelten győzött. Hétvégén ismét hazai pályán játszik a csapat, az ellenfél a mögöttük pozícionáló Mersevát lesz. Ha helyünket meg szeretnénk tartani most, ha eredményt nézek és tabellát, akkor feltétlenül győznünk kell. Olyan csapat jön, aki mögöttünk van, és el is várjuk. Szerintem mindenki elvárja, én is elvárom, hogy pozitív eredmény szülessen. A cél tehát csak is a győzelem lehet, biztassuk minél többen a srácokat. Az előző heti listavezető Gérce elleni ígéretes mérkőzés
sajnos áldozatokat követelt. A védelem két oszlopa, Kis Zoltán és Gallen Antal nem léphetett pályára a hétvégi Lukácsháza elleni találkozón. Ez bizony rossz ómennek bizonyult, és az első perctől fogva rányomta a bélyegét a játékra. A védelmünk két oszlopos tagja is, akik így az alap a tavaszi alapozás, vagy hát a téli alapozás után az alapok sajnos kidőltek, de hát egy csapat vagyunk, szóval a cserék is teljes értékű játékosok, próbáltuk a legjobban összeállítani a csapatot, az edző, meg így a játékosok is próbáltunk úgy, hogy tényleg összeállunk, mint hátul, mind elől, helyzeteink is legyenek. Hát a Lukácsháza sajnos fölénk kerekedett az első perctől kezdve. Sokat hibáztuk, mindent kihasználtak, igazából fölényesen nyertek, megérdemelten. A találkozó pozitívuma volt, hogy két fiatal játékos is kapott lehetőséget, hogy kipróbálja magát. A kapuban bemutatkozott a 19 éves Antoni Márton, a mezőnyben pedig Németh Noel debutált ügyesen. Az ő indításából született meg Krétai Béla révén a találkozó becsületgólja. A házi góllövő lista vezetője örömmel veszi, amikor a fiatalok is lehetőséget kapnak a trénertől. Fiatalok ügyesek, járnak edzésre hozzánk, próbál a Peca fiatalítani, próbálja azt csinálni, hogy tényleg a fiatalokat is, de ezek ők is kellenek, ugye Peca rajta van, hogy próbálja beleforgatni őket, a fiatalokat, hát ők a jövő. Hétvégén a sereghajtó Melsevát érkezik Répcelakra. A feladat természetesen a győzelem megszerzése lesz. Kell az a három pont kötelezően, úgyhogy úgy állunk a következő meccshez, ugye visszatérnek talán hárman is, és teljes kerettet tudunk talán visszaállni, és azt mindenképp hozni kell. A remények szerint szombaton visszatér a három hiányzó, Kis Zoltán és Gallen Antal mellett, a kisebb sérüléssel bajlódó Németh Balázs is rendelkezésre áll majd, ahogy az ultrák eltántoríthatatlan kórusa is biztosan ott lesz a meccseken. U17-es korcsoportú kézilabdázóink a héten két meccset is játszottak. Csütörtökön Szent Gotthárdra utaztak, ahol a Mária Újfalu Ese ellen léptek pályára. Bár az ellenfél a tabella hátsó részében található, a tapasztalatok azt mutatták, hogy hazai pályán nagyon is meg tudják nehezíteni az odalátogató csapatok dolgát. Így is történt, bár a győzelem nem volt kérdés, de nem adták könnyen. Szinte végigvezettünk, igaz, hogy ilyen kérezett meccs volt, mert egy-két gólokkal is a végén sikerült elmennünk, de le a kalappal a lányok előtt. Nagyon megdicsértem őket, ott annyit azért nem tudtam cserélni, mert bíztam abba a kezdőcsapatba, aki szinte majdnem azt mondom, hogy végigjátszotta, viszont egyetlen egy negatívum van, hogy a Csengelynek a keze sajnos, hál' Isten, csak zúzódott, törés nincsen, de a mai meccsen nem tudott játszani. Szombaton a lányok hazai pályán fogadták a tabellán előttük pozícionáló Veszprém csapatát. Trénerük úgy küldte pályára őket, hogy végig küzdeni kell, függetlenül az eredménytől. Megmérni magukat és megmutatni a szurkolóknak erejüket. Azt szeretném látni, hogy végig a 60 percig küzdjünk, mert nézzük az eredményt, mert nyilván tudtuk, hogy a Veszprém egy jó kis csapat, vannak azért a belső játékosai nagyon jók, és láttuk, hogy szélről is magabiztosan lőttek, tudtuk, hogy nagyon nehéz meccs lesz. A félidőben 5 gólos előnyük volt a veszprémieknek, a második játékrészben aztán lányaink oroszlánként harcoltak és csodálatosan küzdöttek. Sajnos nem sikerült ledolgozni a hátrányt, de döntetlenre hozták az etapot, így az nem is lőtt tovább. A lányok tényleg a második fél időben támadásban nagyon sokat javultak, nagyon türelmesek voltak, rengeteg ilyen ritmusváltásos gólt lőttünk, hogy vittük fel a labdát, ritmust váltottunk és tudtuk rávinni lendületből a falra, és akkor ezek mind jól sikerültek és értékesítettük a helyzeteinket. Nyilván azt a hibánk halmazt, amit az első fél időben elkövettük, azt már másodikban futottunk végig az eredmény után, talán 4 gólra tudtunk, vagy 3-ra jött tudtunk feljönni, de mondtam a csajoknak, amikor még az ellenfél is időt kért, hogy toljuk végig az egész meccset, és lesz, ami lesz alapon, és szerintem ez most nagyon bejött. A lányok a szezon hátralevő 4 meccséből 3-at hazai pályán játszanak. A következő alkalomra április 21-én kerül sor a középmezőnyhöz tartozó Körmend ellen. U19-es kézilabda csapatunk vasárnap a jó erőkből álló Moson-Magyaróvárhoz utazott. Az MLS honlapja szerint lányaink mindkét fél időt 5 góllal vesztették el, így összesen 10 gólos vereséggel abszolválták a találkozót. A hétvégén meccs szünet lesz, aztán két hazai találkozó következik.
Először a sereghajtó Vasvár, aztán a listavezető Bükk lesz az ellenfél. U14-es labdarúgó csapatunk az éppen előttük pozícionáló Söpte együttesét fogadta szerda délután hazai pályán. Srácaink játéka kissé, mintha szervezetlen lett volna, bár voltak jó egyéni megmozdulások, a csapatjáték nem igazán működött. Számszerűen jóval több helyzetet alakítottak ki, mint ellenfelük, de a befejezés nem sikerült. A Söpte sokkal kevesebbszer jutott el a Répcelaki kapuig, de ebből kettőt, egyet az első és egyet a második játékrészben értékesítettek. Ezt a mérkőzést is végig kísérte a Répcelaki ultrák szurkolása, akik immár elmaradhatatlan részei a helyi sporteseményeknek. Csapatunk jelenleg 6. a tabellán, jövő héten a bajnok esélyes Kőszeghez utaznak, utána 2 hazai mérkőzés következik, először a listavezető Foci FC-t fogadják, majd a sereghajtó Lukács háza érkezik Répcelakra. Mai műsorunk véget ért, munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss hírekért, információkért kövessenek ezután is minket, figyeljék a Képújságot és a Répce TV Facebook oldalát. Találkozunk legközelebb is, viszontlátásra! A Répce TV szerkesztősége tisztelettel mond köszönetet mindazoknak, akik megtisztelnek bizalmukkal és támogatásukkal minket. Köszönjük alapítónknak, Répcelak város önkormányzatának és személy szerint Szabó József polgármesternek a töretlen bizalmat. Hálásak vagyunk Csorbáné Farkas Teréziának, hogy a Szabeki divat mindig rendelkezésünkre bocsátja a felvételekhez szükséges öltözékeket, ékszereket. Köszönjük Kovács Erikának, hogy az Erika Virágajándék Kft. Biztosítja számunkra a stúdió dekorációját. Vargánék Lebik Hajnalka a Bindvíd Szépség stúdióban hosszú évek óta készíti a bemondó frizurát, köszönet érte. Szintén köszönjük a Cell Kábel, a Celldömölki Kábel Televízió mindennemű segítségét működésünkhöz. Hálásak vagyunk a Savencia ZRT nagy lelkű támogatásáért. Köszönettel tartozunk az Abért Autó Kft. Partneri együttműködéséért. Szívből köszönjük a Répcelek és Vidéke Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Renovo üzlet, a Prima Optika és a VIS Transz hosszú évek óta tartó segítségét. Nagyon szépen köszönjük Kis János és Kis Dávid egyéni gazdálkodók régóta tartó támogatását. Nagy öröm számunkra a Horvát Westbau Kft. És a Lakoma étterem bizalma is, köszönet érte. Köszönjük a CRS Group Kft.-nek a dekoratív és kényelmes munkaruházatunkat. Hálásak vagyunk legnagyobb hirdetőink a Rába Patyi Tetőbolt üzlet, a Resti Pizza, a Sárvári Szőnyeg Centrum és Matracház, az Emmer Ablak, az Ínyenc Húsbolt, valamint Molnár Erik és Szabó Norbert vállalkozók bizalmáért. Köszönjük a támogatást!